Üdvözlöm a kedves televízió nézőket a TV 21 Ungvár stúdiójából. A Profit című gazdasági magazin műsort látják. Május 8-án zárult az online beadási határideje az egenedés pályázatoknak turizmus és vállalkozásfejlesztés kategóriákban, melyre összesen mintegy 1,5 milliárd forintnyi keret összeg áll rendelkezésre. Ez lesz mai adásunk első témája. Tartsanak velünk! Május 8-án lezárult az egenedés pályázatok online beadási határideje. Hány pályázat érkezett be idén turisztikai és vállalkozásfejlesztések kategóriában összesen? 8-án 17:00 összesen 2001 darab pályázatunk érkezett be elektronikus úton, papíralapon pedig mai napig még adják be fel a pályázatokat. Mi a lehetőséget nyitottunk arra, hogy azok a személyek, akik elektronikusan beküldték, még sikerüljön nekik is beadni papíralapon a pályázatot, mert csak így lesz érvényes az egész pályázati anyagoknak az aktivizálása. És papíralapon mi az a határidő, ameddig be lehet hozni? Jelenleg azon gondolkozunk, hogy ugye fel kellett hívni telefonon 8-án 17:00 az irodákat, és bejelentkezni a papírbeadásra, de viszont azokat is, akik fel fogják hívni a telefonon az irodát ez a dátumot követően, azoktól is átvesztjük a papírokat, de nem később, mint jövő hét péntekig. Hogyan értékelni ezt a 2001 online leadott pályázatot? Soknak számít, kevésnek számít, ugye itt két kategóriáról van szó, turisztika és vállalkozásfejlesztés. Ez nagy aktivitást jelez a vállalkozók körében? Nagyon sikeresnek tartom ezt a pályázati kört. Ha megnézzük azt, hogy a turisztikai kategóriában a Kárpát-Magyar Turisztikai Tanács összesen 300 minősített vendégházat, 300 vendégházat sikerült nekik minősíteni, plusz ugye vannak olyan vendégházak, akik ukrajnai szintű minősítéssel is rendelkeznek, itt maximum 400 pályázatról beszélhetünk, ez a többi 1600 pályázat, ez vállalkozásfejlesztési kategóriában történt. Eddig ennyi pályázat ilyen kategóriában nem volt. A legtöbb pályázatunk mezőgazdaságban volt. Tehát azt mondhatom, hogy nagyon nagy az aktivitás, és hál' Istennek nagyon sokan próbálnak érni a pályázati lehetőséggel. És hogyan tovább, hogyha megtörténik a papíralapon való beadás is, milyen formában zajlanak majd az ellenőrzések, meddig tarthatnak akár a pályázatok ellenőrzései, mikor lehet szó akár szerződés aláírásról, tehát mik a következő lépések? Ugye ugyanúgy vagyunk, mint az eddigi körökben is, először következik a formai ellenőrzés, hogy megfelelnek-e a dokumentumok, vagy megvannak-e minden dokumentumok a pályázathoz. Ezt követően történik a helyszín ellenőrzés és a pontozás, Ukrajna és magyarországi pontozóval kiszámolódnak a pont különbségek közöttük, ha szükséges harmadik pontozót vonunk be, ezt követően hívják össze a kuratóriumot, és csak ezután terjesztük fel a javaslatot a döntéshozatalra, az irányító testületre Magyarországra, ahol megszületik a végleges döntés, és csak akkor sikerül a szerződés aláírás. Ez körülbelül 90-120 napig számolódunk, ha minden jó fog menni, gondolom ősszel már lehetőség nyílik a szerződés aláírásra, és még idén folyósítás fognak kerülni a támogatási összegek. Lassan egy éve tart hatósági vizsgálat, ukrán hatósági vizsgálat az EGANEDE alapítvány tevékenység ellen. Hol tart ez a hatósági vizsgálat? Mennyire határozza meg a pályázati kiírást, vagy mennyire nehezíti meg a működésüket? Igen, jelenleg is tart a hatósági vizsgálat ellenünk. Jelenleg a dokumentumok kikérését kértek, hál' Istennek csak fénymásolatokról beszélünk. Nem mondhatom azt, hogy nehezíti a munkákat, sőt a pályázóknak sem lett hátrányul a pályázat beadásánál. Ugyanolyan munkakörben dolgozunk, ugyanazt a feladatkört végzük ki, amit eddig is, ezért nem mondhatom azt, hogy ez a hatósági vizsgálat árt ellenünk. Még mindig azt mondom, hogy mi törvényesen végzük a tevékenységünket, és én nem látom okát annak, hogy valakinek negatív visszajelzése lehet abban az esetben, ha minden jogszabályt betart, és mindent úgy csinál, ahogy az ukrán törvények azt leírják.
Van-e tervben esetleg ősszel, ugye, hogyha lezárul sikeresen esetleg a vállalkozásfejlesztés és turisztika pályázati kör, van-e tervben esetleg mezőgazdasági pályázatok írása, vagy ilyen közepes összegű 5 millió forintos, vagy 5-10 millió forintig haladó pályázatok körök írása? Jelenleg kidolgozás alatt vannak a következő pályázatok, még pontosan nem tudom megmondani, hogy milyen kategóriában és milyen típusú pályázatok lesznek, de biztosra tudom mondani, hogy idén még lesznek pályázatok, és ha Isten segít, akkor a közeljövőben már meg lesznek hirdetve. A Kárpátaljai Falugazdász Hálózat célja szakmai tanácsokkal ellátni a földműveléssel foglalkozókat. Ismerkedjünk most meg Molnár Ádámmal, aki Nagydobronyban és környékén tevékenykedik. Molnár Ádám a kezdetektől részt vesz a falugazdász programban, ő a nagydobronyi falugazdász. Milyen feladatkört látsz el pontosan, mennyire keresnek fel a gazdák tanácsokért? Hát azt tudom elmondani, hogy egyre szélesebb körben keresnek fel a gazdák, főleg, hogy most már elindultak a pályázati lehetőségek. Tehát elsősorban a munkaköri leírásunknak megfelelően falugazdászatot folytatunk, tehát ez a magyarországi példának megfelelően elsősorban szaktanácsadás, másosorban pedig a Magyarországról vagy a helyi pályázati lehetőségekben tudunk eligazítás segítséget, szakmai segítséget nyújtani a hozzánk forduló gazdáknak. Hát a tavaszi időszakban, tehát a március-április időszakban már elmondható azt, hogy itt a nagydobronyi térségben, tehát Kisdobrony, Nagydobrony, Csongor, Szernye, Barkaszó, szinte már minden gazdához ki tudunk, legalább egyszer már találkoztam velük, és segítettem valamiféleképpen, vagy az alapítvány, vagy jó magam a munkájukat és a termesztésüket. Itt van a gazdák listája is, akikkel már kapcsolatban vagytok. Hány név szerepel a listádon? Hányan kerestek? Ezen a listán a nagydobronyiak főleg vannak, nagydobronyi térség van feltüntetve, 77 ember, tehát 77 gazda, 77 család van ezen a listán, melyek ki vannak emelve a fokozottan veszélyesek, tehát a piros színnel jelölt gazdák azok. Ők mitől, miért veszélyesek? Mert azok általában vagy a kezdők, vagy nagyon sokszor követnek el ilyen technológiai bakikat, ami nem nagy probléma, de hogy egy kicsit jobban odafigyelek rájuk, és a triviális dolgokat is kiemelem számukra, akkor nem történik baleset a termesztés során. Mondjuk voltak olyan esetek, hogy rossz műtrágyát használtak indító műtrágyának, vagy nagyobb dózisú műtrágya adagokat juttattak ki, vagy nem azzal permeteztek, nem azzal a növényvédőszerrel permeteztek, amivel kellett volna. Tehát egy gyakorlott gazda ezeket már mindent tudja, de a kezdők általában bele szoktak esni, hogy hát a szomszéd azt mondta, meg hát a szomszéd így mondta, meg a gazdaboltba így szokták ajánlani. És akkor ezeket próbáljuk az ilyen fokozotta ellenőrzés alatt kiemelni a gazdák számára. Akkor keressünk fel olyan gazdát, akinek segítséget szoktál nyújtani rendszeresen. Jó, rendben, mehetünk. Nagydobrony mellett hol működik még ilyen falugazdász központ, illetve minden magyar faluban, Kárpátalján van falugazdász, aki tanácsokat ad a gazdáknak? Igen, tehát minden magyar lakta településen van egy kirendelt falugazdász. Én itt a Nagydobrony, Csongor, Szernye, Barkaszó, Kisdobrony, Telek, Salamon, Gát, Gut, Dercen, Fornos. Ezek az én falvaim, de ugyanúgy megvan minden egyes kirendelt falugazdász egy adott településen, vagy több településen, amit stratégiailag könnyebb számukra megközelíteni. És a proagrikultúrának, tehát két helyen van kirendelt falugazdász
fogadó irodája. Az első az a központi irodánk Beregszázban, a főiskolán található, a 116-os teremben, a második pedig itt Nagy-Dobronyban, a Magyar Házban. És itt szoktunk tartani rendszeresen, legalább egy héten egy fogadónapot, ahol megtalálnak minket azok a gazdák, akiknek nem helyi szaktanácsadásra van szükségük, hanem mondjuk egy vállalkozás vagy egy pályázat keretében, tehát egy ötletre vagy egy kisebb segítségre, igazításra van szükség, azok ilyenkor fordulnak hozzánk. De most olyan szezonban vagyunk, tehát olyan időszakban vagyunk, ahol inkább most a helyi személyes szaktanácsadása is szakértelemre van szükség, amikor is kimegyünk egy gazdához, és megnézzük, hogy az az adott uborkával, paradicsommal, vagy esetleg Dobronyba a csemege kukoricával mi a helyzet, nem fázott-e meg, most igen, alacsonyabb hőmérséklet következik, vagy éppen fordítva, hogy netán nem adagolták-e túl a műtrágyákat, a női védőszereket, és akkor ezeket szoktuk a gazdákkal megbeszélni, ezeket a kérdéseket. Ki lehet falugazdász? Te fiatal vagy, mégis már ugye falugazdász vagy, tanácsokkal látod el a fiatalabb és az idősebb gazdákat is. Te hogy lettél falugazdász, illetve milyen kritériumoknak kell megfelelni annak, aki falugazdász szeretne lenni? Hát igen, az első számú kritérium az a szakember. Szakember mi voltunk, tehát én a Szent Istvánon végeztem az elmúlt éven, fejeztem be a tanulmányaimat, de még a tanulás időszaka alatt is dolgoztam már, tehát akkor kezdtük a beletanulást, amikor is Gál István és Hidi László elnök úrunk beletanított lényegében a szakmába, tehát a zöldségtermesztés gyakorlati kérdéseibe, hiszen az iskolában, az egyetemen azt megtanultuk, hogy hogyan kell, akkor hogyan kellene, de az természetesen a gyakorlatban és a való életben az nem úgy működik. Általában nem úgy szokott megtörténni. Tehát így. És megfogadják a tanácsodat az idősebb gazdák is? Olyankor, hogy egy idősebb gazdával találkozok, akkor mindig próbálok egy olyat mondani, egy olyan okosságot, egy olyan sztorit, vagy egy olyan dolgot mondani, amivel meg tudom őtet fogni, és akkor ő benne egy olyan gondolatot hozni, vagy generálni, hogy hú, akkor tényleg tud ez valamit ez a fiú, vagy tényleg tud valamit ez a gyerek, mert sokszor van úgy, hogy tényleg gyerekként tekintenek rám, hogy mit tudok én, hogy én már 20 éves csináltam, te még csak most kezded. Tehát már 3 évnyi tapasztalat van zöldségtermesztésben, gyümölcstermesztésben bennem, ahol rendszeresen járok gazdákhoz, tehát 3 éve már valami ragadt rám is, tudok segíteni a gazdáknak. A legtöbb esetben megfogadják, és hogyha megfogadják, azok a gazdák, akik megfogadták a szaktanácsadást és azt a receptet, amit fel tudunk írni az adott kultúrnövényre, az már tovább adódik szomszédnak, másik utcában, rokonságnak, és így már terjed a hírünk, és terjed a vélemény, a jó vélemény, hogy van értelme, amit csinálunk. És mit termesztenek főleg Nagy-Dobronyban? Mi az, ami erre a településre, a környékre jellemző? Itt Nagy-Dobronyban a korai termesztés az mindenképpen a retek, tehát a hónapos retek termesztés. Hát szinte minden gazdának a márciusi-áprilisi hónapban retek volt itt Nagy-Dobronyban. Aztán fűtött uborka, hideghajtatásos uborka, tehát fűtetlen fóliasátorban uborka, paradicsom, paprika, és egyre feltörekvőbben van a csemege kukorica termesztés. Egyre nagyobb területeken termesztik a csemege kukoricát, itt Nagy-Dobronyban is, de akár a többi falvakban is. Főként a csemege kukorica már itt Bercen-Fornosi területeken, tehát ezekben a falvakban van már előre haladva. Ott már nem csak fóliasátrakban, hanem a kinti termesztésben is folyik, tehát szabad földön.
Nagyon szép az uborka, kifejezetten már el is indult, be van gyökeresedve. Tehát a recept az ugyanúgy megy, ahogy felírtam, ugye? Tehát akkor megy a kálium túlsúlyos tápoldat, és hetente egyszer kálcium. Most már mehet a hetente kétszeri kálcium, mert most már hiányzik, tehát ez a csokrosodási tünet, ez már azt mutatja, hogy hiányzik neki a kálcium. Tehát most már mehet hetente kétszer a kálcium. És amikor már el fog érni ezt a szintet, ami nagyon jó, már ekkor már teremni fog. Tehát termőkorba lesz. Nem lesz az, hogy majd elnyurgul és itt fog teremni, meg amikor már droughtnál fog teremni. Tömzsi a palánt, szépen mutatkozik. Tehát amikor már eléri a mutató újnyi vastagságot, ez már majdnem ott van. Akkor már át kell cserélni a tápoldatot, tehát nem a kálium túlsúlyos fog menni, hanem a nitrogén túlsúlyos. Lényegében, ahogy a receptet leírtuk, annak a fordítottja. Igen. Tripset látok, a tripszelem pedig sprintoros kezelést, tehát lövővédőszerrel le kell fújni, kétszer legalább. Tehát még szedés előtt, még termés előtt. Tehát három naponta sprintor, 40 ml 10 liter víz, és egy héten kétszer le kell fújni. Hét elején és hétvégén is le fog menni. A hébe hóba van, egy-két folt, látod itt ez is az. Itt is semmi gond nincsen vele. Ez pedig ez a megfázás, a szél. Tehát ez a szél csinálta ezeket a problémákat. Na nézzük akkor a füzetünket. Tehát az eddigi recept az ugyanúgy megy neki, tehát ahogy az előbb megbeszéltük, tehát minden tápoldat, minden rendben van, tehát a nem indokolt a talajvizsgálat. A recept az megy ugyanúgy, viszont vannak gondok, tehát ami nagyon fontos, az a sprintornak a használata, sprintor plusz aktara. A sprintor az 40 milli, aktarából pedig 5 gram. És ezt 10 liter vízhez. Hetente kétszer. És hogyha netán van, jövő héten is látni ezeket a kis fehér kis pöttyököt, amikor már lesz virág, az már egyértelműen látszik, hogy a virágban benne lesz, akkor még egyszer megismételni. Tehát a két kezelést még egyszer megismételni. Oda is írom, hogy ha 20. 15. és 20. körül van a tripsz, akkor megismételni. Akkor eztet át is adom. És akkor viszontlátásra, legközelebb találkozunk. Ha valami gond van, akkor hívjatok. Most akkor megnézzük az öntözővizetnek az LC értékét, tehát a só tartalmát, az összó tartalmát az öntözővizetnek, mert hiszen enélkül nem tudod beállítani a tápoldatnak a töménységét. Tehát itt ez egy kézi LC mérő, ezzel egyszerűen meg tudjuk nézni, tehát az edényben, tehát a pohárban egy friss csapvíz, tehát öntözővíz található, és akkor szépen, ha bele tesszük a műszert, akkor kimutatja, hogy 1360, mert ott villog még egy kis tízes, az azt jelenti, hogy 1300 millisiemens a vezető képessége a víznek, az magyarul megmondva az azt jelenti, hogy 1,3-as az ercéd. Tehát az azt jelenti, hogy 1 köméter talajban, 1 kiló talajban 1,3 gram só van. Ami elég magasnak számít. Ami elég magasnak számít, igen, az sok. Mondjuk uborkánál ez már nagyon sok, és a paradicsónál még ez normálisnak mondható. Ez azt jelenti, ez a szám, ez az 1,3-as RC, hogy már 1,3 kg műtrágyád van, és a paradicsom ugye 3 kg körüli műtrágyadagokat tud elviselni, tehát a gyökér az ilyen dózisban érzi jól magát, tehát 1,3 kg tudsz tenni, plusz-minusz 10%. Tehát vagy felmehetsz 1,7-ig, vagy lemehetsz 0,8-ig.
Tehát ez azt jelenti. Most 0,8-nál vagyok, úgyhogy akkor... Most 0,8-át tesz 1000 literen. 1000 literenként 2 kg műtrágya. 1000 liter, 2 kg műtrágya, ez megfelelő. Igen. És most, tehát a következő időszakban, tehát nem menjél feljebb ettől a dózistól. Nem is akart, nem fogom látni, hogy viselkedik. Hogy viselkedik, és akkor a kálium és a nitrogén akkor... egyensúlyt kell tartani. Most kálium túlsúlyos tápoldat megy neki, igen, ugye? Igen. Akkor jó. Kálium túlsúlyos tápoldat, amikor pedig már termet zsendülni kezd, tehát Dobronyba zsendül a paradicsom, akkor kell megemelni a káliumot a nitrogénnek a rovására. És akkor rendben lesz. Nem lesz ez a kálium talpasság, tehát ez a zöld talpasság, hogy nem érik be rendesen a paradicsom. De ez még 2 hónap múlik, még termőre fordul. A Kárpátaljai Magyar Vállalkozó Szövetség Tiszapéterfalvai Tisztújtó Közgyűlésén a küldöttek ismét Virág Lászlót választották a szervezet elnökévé. Ezúton is gratulálunk neki. Mellette. Ellene. A küldöttgyűlés 100%-os igennel elfogadta, a mai napon megválasztottuk Virág Lászlót a szövetségünk elnökének. KMS taglétszámai mai napra 2280. Óriási. Ebből földműveléssel foglalkozók száma 1814. Most hát ezt gondolom a kukorica program tette, hogy ennyire sokan vagyunk a földművesek, de mindegy. Jó, így is jó. Kereskedők 116, 280, na, szolgáltatók 280-an, úgyhogy szép számban vagyunk. Nem is olyan régen, amikor a KMVS 20. évfordulát ünnepeltük, akkor lépett be az 1000. tagunk, akinek ünnepélyesen adtuk át a tagsági kártyát. Ez 2017. május 4-én volt. Most pont 2 évvel, 2019. május 4-én vagyunk. És 1280-nal vagyunk többen ebben a nagy családban. Szervezeti életünk óriási függőségben van a minket körülbelül politikai helyzettől is. Bár nem szívesen teszem, hiszen mi nem vagyunk politikai szervezet, de érintenem kell ezt a kérdést is némileg, és itt van például az elnökválasztás, az ukrajnai elnökválasztás. Elsöprő győzelem Volodymyr Zelenszkij részéről, és megsemmisítő vereség Petro Poroshenkónak. Azt szokták mondani, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, lám is most is bevalósult, meg beigazodott ez a dolog. Amikor azt hittük, hogy minden veszve van, akkor Isten fordított egyet az ukrán politika szekérudján, és bár még zajlanak a teszetosza próbálkozások a vesztes fél részéről, de meggyőződésünk, hogy a kárpátai magyarságnak és benne a KMVS-nek a sorsa egy nagyban javulni fog az újonnan megválasztott elnök regnálása alatt. Éppen ezért mi úgy döntöttük, hogy felveszünk a kapcsolatot az újonnan megválasztott elnökkel, és meghívjuk a Turul Expo-ra. Meghívjuk Volodymyr Zelenszkijt a Turul Expo-ra. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági magazinműsort a világhálón is. Viszontlátásra!